Köszöntöm Önöket, ez az Építő Kézilabda magazin, a Telekom Veszprém magazin műsora. A hetedik évad hatodik adásában a következőket láthatják. Újabb hazai BL sikert ünnepelhettünk a Veszprém arénában. Élet a pályán kívül Ligetvári Patrikkal babaúszáson jártunk. Kaptak-e már valaha különleges kérést a szurkolóktól? Folytattuk a Never Have I Ever játékot a csapattagokkal. Új játékosaink közül a világ talán legjobb beállója, Ludovic Fabregas mutatkozik be. És végül, de nem utolsó sorban, magabiztos győzelem a Ferencváros elleni bajnokin. Az októberi napsütésben szép számmal érkeztek a veszprémi drukkerek a szezon második hazai BL meccsére, amelyre kisebb portugál szurkolói csoport is ellátogatott. Ezúttal Nilsson betegség, míg Yahia kisebb térsérülés miatt maradt ki a keretből. A két csapat egyébként már az előszezonban még Portugáliában találkozott egymással, akkor 34-31-es építők siker született. Félváról viszont nem vehettük ezt a találkozót, hiszen a Porto is két győzelemmel és egy vereséggel állt három forduló után a BL-ben. A legutóbbi két találkozó a Veszprém arénában szoros eredményt hozott, hiszen idén februárban csak két góllal sikerült nyerni, míg egy évvel korábban döntetlen született. Ezúttal a piros mezesek részéről Remili gyorsan megkezdte a gólgyártást, az első támadásból majd a hatodik perc közepén már 5-1 volt a Veszprém javára. A következő percekben a Porto egyre zárkózott, de aztán ismét rákapcsoltak a hazaiak. Remili megállíthatatlan volt, és 12-7-nél már hatodik gólját szerezte, időt is kértek a vendégek. Sajnos a Porto 16-15-re zárkozott a félidő hajrájához közeledve, de végül 22-16-os hazai előny állt az eredményjelzőn a szünetben. A második játék része remekül folytatódott. A Veszprém gyorsan le akarta zárni a kérdőjeleket, ha esetleg még lett volna valakiben ilyen, és a Portónak sem adtak esélyt a hazaiak az újabb zárkózásra. A 39. percben, 30-20-as állásnál pedig már rászámoltak a drukkerek a vendégekkel. Az utolsó 10 percre fordulva már minden támadásban pályára lépő veszprémi játékos betalált legalább egyszer. Az 55. percben a kapuban pedig hazai BL meccsen is debütált Nagy Benedek, aki az amúgy remekül védő Bioszkát váltotta. Mondanám, hogy ugye az első úgymond a különlegesebb, de ez azért teljesen más volt itt a hazai közönség előtt, azért ez régi álmom, mint veszprémi nemelésű játékos, és tényleg amikor már befutottam, kirázott a hideg, és hirtelen föl se tudtam fogni, hogy hol vagyok, meg mi lesz. Végül 44-34-re nyert az építők a Porto ellen. 44 gólt lőttünk, ami azért elég jó egy bajnokok ligája mérkőzésen. Egy nagyon futós, dinamikus mérkőzés volt. Ezzel a részével maximálisan elégedett vagyok. Azonban a fiúknak is elmondtam, hogy a 34 kapott góllal nem voltam elégedett. Több erőfeszítésre van szükségünk ezen a területen, és védekezésben még sokat kell fejlődnünk. A szezon elején járunk, sokat dolgozunk azon, hogy javuljon a védekezésünk. Jó visszatérés volt a sérülésem után, ez nagy dolog számomra, mert nagyon keményen dolgoztam ezért. Jó volt újra teltház előtt játszani a csodálatos szurkolóink előtt, és természetesen örülök, hogy győzelemmel szereztünk örömet nekik. Ez egy nagyon fontos mérkőzés volt számunkra azután, hogy kikaptunk Dániában. Tudtuk, hogy itthon nyernünk kell mindig a remek szurkolótáborunk előtt. Nagyon örülök, hogy én is hozzátehettem ehhez a sikerhez a védésekkel. Most a következő mérkőzéseinkre fókuszálunk, a BL-ben legközelebb a Plock ellen játszunk itthon, ahol szintén fontos lesz a győzelem. Remili végül 10 góllal zárta a mérkőzést, ami kiemelkedő eredménynek számít a BL-ben. I remember
sometimes. Úgy emlékszem, volt már hasonló meccsem, de nem mostanában. Természetesen boldog vagyok, amiért így játszottunk. Nem az számít, hogy ki hány gólt dob, hanem hogy miként játszunk. Úgy gondolom, ez most jól sikerült, a 44 gól is azt mutatja, de a legfontosabb, hogy mindenki élvezte a játékot, a szurkolók, a stáb, a játékosok. Ez egy tökéletes este volt. Szeretnénk azt, hogy sportoló legyen ő is. Nyilván szeretem én is nagyon a sportot, mindenféle sportágat, én is megtekintek a tévében a kézilabda mellett is. Szóval nagyon szeretném, ha ő is sportolna, de nyilván majd rá fogom bízni, hogy ő mit is szeretne valójában csinálni majd. Lili éppen a kézilabda idény végén érkezett meg a ligetvári családba, így Patriknak pont a nyári szünetben volt ideje beletanulni az apa szerepbe. Nyáron azért beletapasztaltam abban, hogy milyen az, amikor éjszaka kelni kell, ugye vele kell lenni. Ez ugye, szezon közben nyilván nincs, hiszen szerencsére a feleségem az átvállalja ezeket, leszedi ezt a terhet az én vállamra, és ki tudom magam pihenni mind az edzésekre, mind a mérkőzésekre, de én legalább tudom értékelni azt a munkát, amit ő ugye, amit csinál, és nem tudom azt mondani, hogy most én is föl tudok kelni, mert tudom azt, hogy milyen nehéz tényleg este föl kelni a babához, de minden perce megéri, amikor rámosolyog az emberre utána. Azért, amikor teheti, természetesen Patrik is kiveszi a részét a gyerekkel töltött időből. Hogyha tényleg ugyan egyezésünk van, és itt meg van időnk, akkor el szoktam hozni babaúszásra, hogy csak ugye kezdjünk bele ebbe az egészbe, meg ugye ez jó ez neki is, vagy valami nagyobb sétára megyünk, ugye még nagyon ilyen kis babával nem tudok külön így játszani, de nyilván később, hogyha már nagyobb eszembe szeretném ugye játszótérre, meg egyéb dolgokat csinálni vele, amit majd szeretném fogunk. Arra is kíváncsiak voltunk, vajon mi jelenleg a kedvenc időtöltésük hármasban a babaúszáson kívül. Igazából séta. Ugye van két kutyám is, és akkor azokkal is szeretek sétálni. Én most összerakjuk a kettőt, szóval nagyon még nem tudunk a picivel se nagyon nagy időtöltéseket csinálni. Szerencsére jó idő volt, ki tudtuk vinni. Remélem, hogy még ez meg is marad, de ahogy növekszik, hogy nyilván lesz majd más időtöltési lehetőségünk is nekünk. Sokkal felelősségtudatosabban kell éljek igazából, és azért az, hogy tényleg nagy felelősség van azon, amilyen jelenleg most az életem. Szóval igazából változtatott valamit, de viszont jó, nagyon jó irányba, azt kell, hogy mondjam. Lilitől tehát már most sem áll messze a sport, de az még kérdés, hogy a kézilabda pályán folytatja-e a családi hagyományt. Szurkolóként biztosan, annyit mondom, amikor meg kijön az én mérkőzéseim. Volt a mérkőzésen egyszer vagy kétszer talán, de majd egyre többet próbáljuk majd mi is kihozni. Igen, főleg ugye még az ilyen magyar bajnoki mérkőzéseken, volt bajnokos ligája mérkőzéseken még azért nem szeretnénk elhozni. Szerencsére olyan jó hangulat van, hogy ezt tudom mondani, hogy inkább nem hozzuk el a picit. Már vannak igazából egy jó kis ilyen fülese is, szóval hogyha majd eljön az az idő, amikor eljön a bajnokok ligája meccsre, akkor nyilván majd használnia kell, hiszen a Veszprémi szurkolók hangjától zeng majd az aréna, szóval használnia kell majd. Have you ever bought a ridiculous item of clothes? Yes, I have. One time when Sir Aaron Palmason was here, we had one weekend and we bought some funny t-shirts and caps that we wore in Budapest, and it was like something I would never buy or wear, and we did it. Yeah, it was just for fun. Yeah. And what kind of t-shirt? Or? Shoes. Shitty shoes with flowers on it. I don't know. I don't know why. I thought it could be awesome for the summer, but it was shit. Oh.
Probably yes, I have. I don't remember which one. Might be a hat or something or shoes. Persze, hogy volt. Nyilván az egy külön alkalomra volt. Az egyik barátunknak, egyik nagyon jó barátomnak volt egy születésnapja, és 80-as, 90-es évek retro volt a téma, és valahogy úgy kellett felöltöznünk, és egy nagyon vicces, nagyon nevetséges volt igazából. No, no. No. Which part? What kind of? I've bought a lot of ridiculous things, but when I lived in Berlin, my friends were over. We were a large group of guys, and we all bought some stupid, like, I love Berlin shirt and wore it walking downtown. It cost €2 the shirt, but yeah, it was funny. Yes, in my holidays, always, every summer. Have you ever needed to pee during a game? No, pee? No, pee no, because when you're focused on the game, you forget about it. But at the end, after the game, I'm the guy who is going the most in the toilet. Like, I can go like 7 times in an hour. Yes, of course, happens all the time. It's hard? Yeah, of course, but then the focus is on the game and then you forget. But fortunately, the game is not so long. Yeah, for example. But we're drinking a lot, so sometimes it's very urgent. No, never. During the game, no. But yes, maybe in the half or before, after the warm up, yes. But during the game, like I go out from the field to go pee, no, never. Yeah, for sure. Usually yeah. Or sometimes? No, sometimes, but I can't control myself. No, I think not. No. No. Yes, but I didn't have time, so I need to wait and make like this. But I have the feeling like, yeah, for sure. Have you ever got a special request or offer from a fan? Yeah, I think so. There's a lot of fans in West Brom that like to kiss a lot, you know, in the fans. It's strange a little bit. Yeah, I think I have that kind here, of. Here not in... In the old clubs, yeah, I got some special or maybe I would say weird request, but yeah, like some I didn't accept or some I didn't even reply. Yes, I have, but I don't have to agree to everything. A special is usually like send a video or come visit me somewhere or something like this, but nothing like extra weird. Hát olyan. Olyan különleges nem, de azt mondom, hogy általában, hogyha valamit szerettek volna adni, vagy kérni tőlem, és akkor ilyen-ilyen alapvető dolgok. Special, I would say yes. Just some letters from fans, like who cheer me up. What kind of? This, like all the things on Hungarian. Yes, and I try to translate this, just all the good things. About the game, about the me personally, and this stuff. Rangadóhoz méltó fejfej mellett haladtak a csapatok a pirosmezes Telekom Veszprém Ferencváros elleni mérkőzésének elején, és a 12. percig csak üldözte az építők az ellenfelet. Az akkor már 5 gólos Fabregas, valamint Deszka és Vajdupaú találataival ekkor vezetett először a hazai csapat a Veszprém arénában, majd 9-10 után jött egy 6 gólos hazai roham. A pályára kerülő Sandell is megrázta magát, Corrales is több labdát fogott, így fél időben már 25-18 volt az állás. Szünet után 4 és 8 gól között váltakozott a különbség, de ebben a periódusban tért vissza sérülése után Bjarkimár Elisson. A 31-27 után azonban már csak egy csapat volt a pályán érdemben, az építők folyamatosan növelte az előnyét, Fabregas 9, Deszka 7, Sandell 6 találatig jutott a végére. Yes,
A végeredmény 45-34 lett a Veszprém javára. Igazából a Gudme vereség után úgy voltunk vele, hogy abból mindenki érezte, hogy ki milyen hibát csinált az ottani mérkőzésen, és a védekezésünk volt a legnagyobb probléma azon a mérkőzésen, azt próbáltuk megjavítani. Egy ideig sikerült, aztán a visszarendeződésre akadtak gondjaink. A Fradi nagyon jó tempóba kézzelt be az öt, és rendkívül jó partner volt abban, hogy egy jó meccset játszunk. És a másik fél közepén volt egy támadásban egy felelőtlen labdáink, amikor visszajöttek 7 gólról 4 gólra, és akkor utána megint el kellett kezdenünk rendesen kézzelabdázni, hogy újra 11 legyen, de a végére azt gondolom, hogy meggyőző mérkőzés játszottunk, meggyőző teljesítmény nyújtottunk. Két nappal később 29 gólos győzelmet aratott a Telekom Veszprém Egerben, Ellison és Fabregas 7-7 alkalommal talált be. Az építők így 6 meccs után is 100%-os az NB1-ben. Hihetetlen profizmus, pengeéles játék, folyamatos győzni akarás és mindemellett egy kedves, hétköznapi ember. Ez Ludovic Fabregas, a Telekom Veszprém nyáron érkezett francia beállója, aki ha nem akarja mindig azt csinálni, mint amit a bátyja, akkor talán sohasem lett volna kézilabdázó. A kézilabdát Franciaországban, az otthonomban kezdtem el, Bagnols-sur-Mer-ben. A bátyámmal közösen kezdtük el, én voltam a fiatalabb, és akkoriban mindig azt akartam csinálni, amit ő. De emellett kipróbáltam a kerékpározást, a focit és a teniszt is, és sok más sportágat is. Valamiért azonban megragadt a kézilabdánál, és innentől hihetetlen sebességgel pörögtek az események, mert amilyen közel van Bagnols-sur-Merhez Montpellier, olyan gyorsan ott találta magát Franciaország egyik top csapatánál. Amikor otthon Bagnols-sur-Merben játszottam, úgy gondoltam, hogy megpróbálok eljutni Montpellierbe. Olyan 14-15 éves lehettem, amikor részt vettem különböző teszteken, és ezzel tulajdonképpen el is kezdődött egy új fejezet az életemben. Megkaptam a lehetőséget, hogy ott játszak a 16 év alattiak között, és ahogy idősödtem, egyre feljebb és feljebb jutottam, és egy nap aláírhattam az első szerződésem a nagy csapatnál. Furcsa volt a helyzet ekkoriban a klub körül, mert elég sok sérültek voltak, és tulajdonképpen ennek is köszönhetem, hogy lehetőséget kaptam az első csapatban. Ez számomra csodálatos volt. Rengeteget tanulhattam a játékosoktól és a csapat kiváló edzőjétől, Patrice Canaillé-től. Ő és a csapattársak segítsége adta meg nekem a lehetőséget arra, hogy trófeákat nyerjek. Fabregas egyik ámulatból a másikba esett, és mire felocsúdott volna belőle, már túl volt egy Szeged ellen elvesztett EHF kupa döntőn, és 2018 májusában ott állt a Lanxess Arena kezdőkörében, egy BL döntőben. Yeah, it was amazing adventure for me because igen, ez egy csodálatos kaland volt a számomra. Az első nagyobb döntő az EHF kupáért volt a Szeged ellen, amit mi elveszítettünk, de a következő 2-3 évben a csapat összetétele nem változott igazán. Stabilak és magabiztosak voltunk, és nagyon jól játszottunk. Szerintem az, hogy mi 2018-ban megnyertük a Bajnokok Ligáját, egy kicsit a szerencsének is köszönhető, hiszen Lenn a D csoportban játszottunk. Ez akkoriban nem a legjobb színvonalú csoport volt, de azért mégiscsak a BL volt. De hirtelen beindult a verseny, nyertünk a Barca ellen a 8-at döntőben, megvertük a Flensburgot a 4-et döntőben, és nyertünk az elődöntőben a címvédő Várdás Skopjéval szemben. Remekül játszottunk akárcsak a Nantes elleni döntőben, és ezzel megnyertük a Bajnokok Ligáját második alkalommal a Montpellier történetében. A francia beálló olyan teljesítményt nyújtott ebben a szezonban, hogy nem is csoda, hogy a Barca azonnal lecsapott rá. It was a big pleasure. Ez egy nagy megtiszteltetés volt, és nagyon büszke is voltam rá, hogy a Barcelonában játszhattam, hiszen a világ egyik legjobb csapata. Tudtam, hogy a Barcával újabb trófeákat gyűjthetek be. Nagyon sokat tanultam itt is a játékostársaktól és az edzőtől, Xavi Pascualtól, majd később Carlos Ortegától. Ez egy nagy lépés volt azért is, mert ez volt az első alkalom, hogy külföldön kellett élnem. Persze ismertem a spanyol kultúrát, hiszen a családom katalán származású, de azért minden más nem körülöttem. Amikor a Barca mezét viseled, akkor nagy nyomás nehezedik rád, győznöd kell és a trófeákat meg kell nyerned. Személy szerint ez plusz teher volt nekem, de jó hatással volt rám és a csapatra is, akárcsak itt Veszprémben, hiszen itt is meg kell nyerni a meccseket és a trófeákat.
De ez az, amiért mi játszunk, ez a mentalitás nagyon fontos, és ezt a mentalitást Barcelonában tanultam meg. Itt két újabb BL cím, spanyol bajnoki és kupadiadalok vártak rá. Emellett a francia válogatottban is remekül ment a szekér. Fabregas 2017-ben világbajnok lett, és 2021-ben az olimpiát is megnyerte a válogatottal. Ilyen eredménylistával 27 évesen persze jogosan adódik a kérdés, milyen újabb kihívásokat tud találni még Veszprémben. Personally, I didn't win the Hungarian League, the Hungarian Cup. Személy szerint még nem nyertem magyar bajnokságot és magyar kupát, úgyhogy meg akarom egyszer nyerni ezeket is. És a tervek között ott van a bajnokok ligája is. Ha ezt egyszer meg tudod nyerni, az nagyon jó, de ha kétszer, háromszor, négyszer is képes lehetsz rá, azért az sokkal jobban motivál. Ugye tudjuk, a Veszprém eddig még soha nem nyerte meg a BL-t, és én szeretném ehhez hozzásegíteni a csapatot. Bár Nedim Remili 10 gólt dobott a Portónak, a hét játékosa végig kiegyensúlyozott Ludovic Fabregas lett. A katalán származású francia beálló 3 meccsen összesen 20 gólt szerzett, alig hibázott lövést, heteseket harcolt ki, és ami szintén nagyon fontos, biztos oszlopa volt a védelemnek, és rengeteg labdát szerzett. Ennyi volt már az Építő Kézilabda magazin, a következő epizóddal két hét múlva várjuk Önöket. Viszontlátásra!